Montenegrói vendégek érkeztek Szabadkára. A bielo-poljei küldöttséget a polgármester fogadta a Városházán. A két város képviselői még 2012-ben kötöttek együttműködési megállapodást, most pedig tovább fejlesztenék kapcsolatukat. A montenegrói város delegációja élén a polgármesterrel, Alexander Zsúrittyal előző nap már járt a Vámszabad övezetben, és azt mondta, a gazdasági együttműködés tartja a legfontosabbnak. Prije 6 meseci proglasili 4 biznis zone u Bijelom polju, pripravamo se da proglasimo i prvu slobodnu zonu i u tom pravcu su iskustva iz Subotice za nas neprocenjiva. Maglai Jenő Szabadka polgármestere szerint fontos az együttműködés a régió városaival, gazdasági és kulturális téren is. Szabadkának jó kapcsolatot kiépíteni a régióban lévő önkormányzatokkal. Rengeteget tanulhatunk, sok olyan dolgot adhatunk át őnekik, amikben mink vagyunk esetleg előbbre, és ebből a szempontból azt gondolom, hogy ez a fajta együttműködés, az önkormányzatokkal való együttműködés az építheti a mi közösségünket és erősítheti a mi közösségünket, ugyanúgy az övéket is. Montenegró az uniós integráció folyamatában egy lépéssel előbbre áll Szerbiánál, így a bielo-poljei küldöttség az erre vonatkozó tapasztalatait át tudja adni a szabadkaiaknak.